Válykfalal készült épületeinknél különös gonddal kell eljárni, főleg a felújításoknál, hiszen ez a fal, más-más, illetve ezek a falak, az ilyen falak mind-mind extra bánásmódot igényelnek és extra odafigyelést igényelnek, tehát nem a szokványos mai modern gondolkodást kell rájuk erőtetni, hanem egy hagyományosabb, természetesebb régebbi gondolkodásmódot és anyaghasználatot. Ez azt jelenti, hogy ezek a vályok falak nem akármiből vannak, hanem konkrétan földfalú falakról beszélünk, tehát egy olyan receptúrát dolgoztak be a falba egy olyan anyagot, amit egyszerűen a talajban, a földben találtak, egy olyan speciális agyagos recept, ami mindenféle összetevőkből áll, de minden esetre természetes összetevőkből. De ezeknek az a fő tulajdonsága, hogy szeretnek lélegezni. Tehát szeretnek leadni párát a helyiségbe, és szeretnek onnan felvenni. Tehát egy pára gazdálkodó réteg vagy pára gazdálkodó szerkezet ez aminek a működését, a tulajdonságait jelentősen ronthatja az, hogyha erre mondjuk egy műanyag festéket teszünk, vagy erre mondjuk egy műanyag tapétát teszünk, vagy egy fűrészporos tapétát teszünk, telibe beragasztva, vagy erre mondjuk egy csempézést teszünk. Tehát ezeket a rétegeket el kell felejteni a vájuk falak esetén, és mindenképpen lélegzőképes anyagokat kell használni, ami lélegzőképes anyagok jellemzően valamiféle mézfesték, vagy szilika, általánosan mondva szilikát festékek, de minden esetre olyan anyagok, amik engedik ezt a pára forgalmat, ezt a pára cserét, mert a vályok falban mindig is lesz valamennyi nedvesség, főleg az amiatt, hogy ezeket alulról szinte soha szigetelték, tehát a talaj felől mindig ér érkezik valamilyen nedvesség transport, vagy történik, tehát ez a nedvesség valahol aztán le akar adódni. Ha ezt gátoljuk, akkor problémát okozhat, hogy ez a nedvesség kifelé is le akar adódni, nem csak befelé, de a szoba levegőjét is nedvességgel terheli, de ez a nedvesség be tud állni egy egyensúlyi állapotba, amennyiben normál módon, jó használói magatartást tanúsítva használjuk ezeket az épületeket. Ez azt jelenti, hogy megfelelő szellőztetéssel, megfelelő fűtéssel és megfelelő burkolatok kialakításával. Tehát itt nem megengedhetőek az olyan burkolatok, amik gátolják ezt a lélegző képességet, mert akkor ezeknek a vájuk szerkezeteknek jelentősen romlik a tulajdonsága. Most ebben a sorozatban arról lesz szó, hogy milyen lehetőségek vannak egy vájuk falú épület felújításakor, illetve mikre vagy mire kell figyelni, mi, hogy lehet úgy eljárni, hogy a felújításkor ne roncsunk a korábbi állapoton, és továbbra is egy egészséges, jól működő falszerkezetünk maradjon a vályokház esetében, ami egy nagyon kedvező, anyagú és jó tulajdonságokkal bíró szerkezet, illetve épület.